Teljesen összetört az a személyautó, amely hétfőn éjjel árokba hajt a Solt közelében, a járás Puszta és Duna tetétlen közötti úton. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a járás Puszta felé tartó személyautó egy balkanyarban eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, és a jobboldali mély árokba csapódott. A baleset során a járműben egyedül utazó 30 év körüli nő a helyszínen életét vesztette. Úgy tudni, a sofőr nem használta a biztonsági övet. Így amikor az autó többször átpördült, kirepült az autóból. A balesetnek nem volt szemtanúja. Egy arra járó autós vette észre a roncsot a mélyárokban. A helyszínre elsőként érkező rendőrök kezdték meg a nő újraélesztését, de nem jártak sikerrel. A baleset pontos körülményeit a kalocsai rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.